segíteniket. Ebben az előre az nem, nem lesz egyszerű. Megnyomtad? Az időmérés az... Na megy. Ott megy. Ja jó, akkor előfordul a közösszállás. Fixer. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Szóval Krisztián vagyok, én az Arcos Potion társalapítója vagyok, illetve az Arcos Potion Analyzer fantázia nevű gyűrűnek a vezetőfejlesztője, tehát nem a projektű vezetőfejlesztője. Nagyon röviden bemutatnám, hogy mi is ez a gyűrű, hogy néz ki technológiailag. Mozgásszenzorokat tartalmaz, gyorsulásmérőt, gyroszkópot, magnetométert, és ezekkel a szenzorokkal különböző algoritmusokat futtatunk egy jelfeldolgozó processzoron, szintén a gyűrűn belül, és a jelfeldolgozás eredményeképpen különböző események vagy adatokat küldünk ki Bluetooth Low Energy kommunikáción keresztül. Az, hogy a gyűrű táplálátását biztosítani tudjuk, egy lítium polimer akkumulátor helyezkedik el benne, és a lítium polimer akkumulátornak a töltését egy vezeték nélkül induktív elő töltőtekercs biztosítja. Hosszú távon célunk, hogy ez az induktív töltés és szabványosan, tehát a Qi vezeték nélkül töltés szabvány szerint működjön. És természetesen többféle méretben szeretnénk ezt a gyűrűt a piacra dobni. Alapvetően kétféle felhasználási lehetőségcsaládot különítünk el. Egyik a gesztusvezérlés, ilyen termékek, hasonló termékek már vannak a piacon. A gyűrű a mozgásszenzorja révén orientációt, különböző irányokban érzékel lineáris gyorsulást, és akár arra is képes, hogy a magunk elé képzeltségbe gyakorlatilag kétdimenziós sorozatokat rajzoljunk vele, és ezeket fel lehet használni, mint egy karakter felismerő inputjaként, tehát karaktereket felismertetni vele, és ezekkel parancsokat kérni. De ami most érdekes az előadásom szempontjából, az aktivitásmérős felhasználás. Ez egy olyan felhasználási lehetőség, amiben elsőként jelenülnénk meg a gyűrűpiacon. Ugye induktív töltést alkalmazunk, tehát visszatérünk a gyűrűt okozását, lehetővé válik, hogy akár olyan felhasználási lehetőséget is használjuk, mint például úszás közben, az egy felhasználási lehetőség, hogy megmondjuk, hogy egy felhasználó mennyi ideig milyen úszást nem úszik. És erre például szeretném felfűzni a előadásunknak a központi vezérfonalát, meg pedig azt, hogy miért van szükség objektivitásra. Amikor elkezdtünk ezzel a gyűrűvel foglalkozni, elkezdtük fejleszteni, akkor beszereztünk különböző eszközöket, a képen látható egy távol-keleti fejleszerelhető, egy vízi MPR-ról lejátszó, és úgy gondoltuk, hogy megnézzük, hogy működik, elkezdünk belemérni, és az első, ugye ők azt vállalták, hogy megmondja azt, hogy a felhasználó hány métert úszott egészen konkrétan, és felalapoztuk a használt útmozót, és az első instrukció az volt, hogy adja meg a felhasználó, hogy milyen hosszú a medence. Hát ez felhasználó jövő szempontjából nem túl jó dolog, de üsekő, úgy gondoltuk, hogy nem vált az ember olyan sűrűn úszodát, úgyhogy beírtuk, hogy 25 méter, és elkezdtünk vele mérni. Hát igen, ahol kiderült, hogy egy darab iránytűt tartalmaz ez az eszköz, és nagyon egyszerűen úgy működött a dolog, hogy amennyiben 180 fokos fordulatot vett az illető, hogy hozzáadott a medence hosszát a mérési adatokhoz, tehát ez borzasztó volt. Úgyhogy, de aztán mi is belefutottunk abba a problémába, hogy algoritmusokat kezdtünk el tesztelni, és nem találtuk meg azt a módot, hogy objektívan hogy lehetne ezeket validálni, hogy lehetne az eredményeket valahogy megmérni, tehát kimentünk mérni, ellenőriztük, hogy milyen úszás, vagy futás sokféle sportnál megnéztük, és nem tudtuk egyszerűen kellő pontosággal felírni az adatokat, és kézenfekvően jött a megoldás, hogy kellene egy olyan rendszert csinálni, ami egy videóeditorhoz hasonlóan úgy működik, hogy felveszünk videóra az eseményeket, és az eseményekhez rendelünk egy mért adatsort, és ebben úgy tudunk navigálni, mint egy videóvágó programban. Annyi különbséggel, hogy nem az audiós sávot látjuk, hanem a szenzor adatjel sávot. Ebben aztán nagyon egyszerűen grafikusan egérrel ki lehet jelölni eseményeket. Eseményekhez ugye, hogy milyen úszás nemnek, milyen karcsapása, ezeket nagyon egyszerűen be lehet jelölni. És algoritmus tesztelés után a képen látható a jelfolyamon egy vizuális értékelés, majd a legvégén látható az, hogy a felismerési hatékonyság az egész adatfolyamon, az egész videóra milyen volt. Tehát objektíve minden eseményt hozzárendeltük a videó adatfolyam minden pontjához. Miután egy ilyen rendszerben validáltunk egy algoritmust, egy adott kitűzött felismerési pontosság, mondjuk 90%-os pontosságot elértünk, akkor döntöttünk úgy, hogy ez már elég jó algoritmus, és akkor utolsó lépésként ebből csináltunk egy olyan kódot exportáltunk, ami a gyűrű beállított rendszerében tud futni.
Jó, ennyit szeretem volna. Szépen köszönöm a figyelmet. És akkor előre fogok kapni kérdéseket. Parancsolj. Használtam egész fordítani egy support vector gép alapú osztályozót, és arra gondolsz, akkor voltak tanító minták, voltak validáló minták, és voltak teszt minták. Hát igen. Még egy kérdés? Mond? Nincs itt a Feri, úgyhogy nekem kell megkérdezni, mi az üzleti teret? Szerintem azt nem biztos, hogy el tudnám mondani egy perc alatt, de alapvetően közösségi finanszírozással indultunk el, mondjuk ez nem feltétlenül az üzleti terv része. Aki olvasott tegnap indexet, az látta, hogy volt egy olyan szabad cím, hogy okosgyűrű. Igen, tehát előbb eljutottak oda a világon a marketingesek, hogy okosgyűrű létezett. Csináltak egy crowdfunding kampányt, 800 000 dollárt összeszedtek, és gyakorlatilag nem teljesítettük semmit a beváltott ígéretekből, és mi utána egy hónappal rettentő rossz időzítéssel jöttünk ki, viszont annyiból jó, hogy amit szeretünk volna hozzáadni, bemutatni, tehát az Activity Tracking, az egy olyan új feature, ami bízunk benne, hogy azáltal, hogy publicitásnak kimoltuk a neten, az most kicsit elrettent az embereket, hogy ezzel elkezdenek foglalkozni. Tehát az elsőbsége meg legyen. Van még egy sok kérdés. Harmadik sorban láttam, hogy először. Neked melyik igényedet elégíti ki ezt az eszközt? Ez az egész az úgy indult, hogy én zongoráztam, zenéltem elektronikus hangszereken, és én szerettem volna különböző kézmozdulatokat, különböző zenei effekteket létrehozni, csak ezt nem éreztük annyira üzletképesnek, hogy erre építsük a projektet, ezért elkezdtünk olyan felhasználási lehetőségeket keresni, amik úgy gondoltuk, hogy nagyobb tömegek számára lennek érdekesek, mint például az úszásnál, amit elmondtam. De lehet, hogy ez... Engem a te jó szkezed érdekelt. Köszönöm. Parancsa? Miért van gyűrű? Miért nem kicsinek lenni? Miért nem lehet mondjuk karpántot? Karpántok piaca meglehetősen telített, és egyrészt, másrészt meg a mérnöki hajtóerőt minél kisebb, minél... Ez egy beszélt, nem tudom nekem. Igen? Nekem az nem derült ki, hogy akkor ez most működik, vagy ez egy koncepció? Igen, tehát... Ez a gyűrűt nálad van, vagy... Van nálam működőképes prototípus, ami nincs kész, azt próbáltam is kiemelni, tehát a vezeték nélkül töltés, azt szeretnék megoldani, de még nincs megoldva. És a tokozás abban a szép formában, ahogy a 3D árván szerepben nincs megoldva. Tehát van egy olyan prototípus, ami kicsi, ezt meg is fogom tudni mutatni, alkalmas mérésekre, és különböző szoftveres alkalmazások már elkészültek hozzá. Itt tart a dolog. Mikor lesz pénz? Mikor tudom meg? Egyelőre szeretnénk, ha lenne pénz arra, hogy befejezzük a fejlesztést, igen. Egyéb is adom. Engem a tervezett üzemideje, illetve a töltés idejeire, hogy ha van már ilyen információ. Úgy tervezzük, hogy egy 85 millió per órás akkumulátor lesz benne, és 4 órás üzemidővel, 4 és 6 óra közötti üzemidővel számolunk ebbe, és töltési idő az 1 órát venni igénybe. Ilyen becsésünk van. Szóval. Igen? Én azt szeretném kérdezni, hogy a mozgás képes tudnod érzékelni, tehát például akár egy izom összehúzódás képes érzékelni, mert hogy az is egy mozgás. Ilyen finom mozgásokat, tehát a mérőeszközöknek a működési elvéből lehet kiindulni, ugye vannak, amiket ilyen szenzorokban meg lehet valósítani, de inkább tehát, amikben jobban biztosak vagyok, az a klasszifikációs algoritmus, ami azt jelenti, hogy mozgásminták ismétlődéseket detektálják. Tehát a pontos tehát a trajektóriamesterséget tudunk végezni, a pontos mozgásokat nem tudunk detektálni. Akkor csak egy kérdésünk volt, hogy melyik kérdés volt a legjobb, mert annak adsz majd te ajánlékot. Én nekem a saját jó szkézes kérdést tetszett a legjobban.